a birka pörkölt illata száll fel a hagyományos birkafőző fesztivál alkalmával. A mi legelőinken, szikes legelőkön legelő kis birkák teljesen más hússzerkezettel vannak felvértezve, mint egy dús legelőn, egy laza, vizes húsú birka. És úgy gondoljuk, hogy a mi környékünkön ennek a jellegzetessége adja ennek a jó birkának ezt az igazán jó ízt, aztán mi meg jól főzünk belőle. Idén is több száz csapat mutatta be tudományát a több ezer érdeklődőnek. Az alapanyag kiválasztása a legfontosabb itt az étkeknél, hiszen a maga az étel az viszonylag egyszerű és nem túl sok alapanyagot tartalmaz. Ugye maga a birka az, ami a birkatest az, ami egy értékes alapanyag tulajdonképpen, és innentől kezdve ugye igazából csak hagymát, egy kis fokhagymát, piros paprikát, sót tartalmaz az étel. Hát nagypapáik mindig azt mondták, hogy a legjobb birka az, ami itt a karcagi sziken nő. Hát most egy szép nagy kost vágtunk egyébként, ami 105 kilós volt, és ezt főzzük most meg. Az egyik leghíresebb birkafőző família a Csontos család, amely 300 évre visszamenőleg pásztorkodással, állatokkal foglalkozik. Titokról nem szoktunk beszélni, tehát mi nagyon nyíltan, tehát hogyha titok volna, akkor nem itt főznénk ugye a közönség elől. Hát talán az, hogy mi a saját birkánkat főzzük. Ezek a birkák ugye kína szíken, a rényájamból lettek kiválasztva. Ezek ugye nem abrakos birkák, hanem a jó vegyes mezőnek minden illatos szénáját, vagy fűet, tehát a húsprostot ugye elraktározzák, és az, hogy a hagyományos fűszerek, ugye paprika, só, zsír, fokhagyma, vöröshagyma, tehát nem bonyolítjuk túl, titok nincsen ennyi az egész, meg egy jó szájízű főző, aki ezt ugye ilyen minőségben meg tudja főzni.